Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 6-án kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Bakony István József Attila díjas irodalomtörténésszel, aki az elmúlt héten vehette át a Toll Differenc díjat, majd magáról a díjátadóról. Következik egy tudósítás kiegészítve a Vörösmarty emlékülés történéseivel. Ezután ellátogatunk a Civil Centrum közhasznú alapítvány programjára, végül pedig az Alba Régia Zongorás Trió vendégei leszünk. Tartsanak velünk! Nos, kedves nézőink, ünnepeltünk az elmúlt héten, hiszen a Székesfehérváron a Városháza dísztermében találkozhattunk, hogy átadják azt az elismerést, amelyre minden esztendőben várunk. Nincs másról szó, mint a Toll Differenc díj, és a Toll Differenc díjas pedig Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész, aki a vendégem. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, és köszönöm, hogy meghívtál. Nagyon-nagyon jó dolog ez megtapasztalni, hiszen azért azt tudnunk kell, hogy Mohácsi tanár úr és Román tanár úr után a harmadik székesfehérvári Toll Differenc díjas vagy. És hát az a közéleti tevékenység, az az irodalomtörténészi szerepvállalás, a publikációk, a kis monográfiák, a kritikák, a tanulmányok, mind meg annyi adalék ahhoz, hogy jó helyre került ez. Miként fogadtad a hírt? Egy mondattal hadd egészítsenek ki, ugyanis volt egy Blatty György nevű, van egy Blatty György nevű fehérvári középiskolai tanár, ő is megkapta a 80-as években ezt a díjat, tehát az akkor gyakorlatilag a negyedik, a már emlegetett Mohácsi és Román tanárulak után. Hát nagyon jó érzés persze, amikor az embert így elismerik, és itt most te felsoroltad a sok irányú tevékenységemet. Azért a többit nem soroltam fel, mert akkor véget lenne. Nem, csak a tevékenységről beszélek, hogy ez viszont kifejezetten a közművelési tevékenységről szólt, hiszen a Magyar Irodalomtörténeti Társaság általában minden évben három díjat ad ki, egy kutatói, egy tanári és egy közművelési. A Román tanár úr például a tanárit kapta meg annak idején. És hát az idén nekem ez a művelődés szervezési díj jutott, ami azt jelenti, hogy végül is azt a tevékenységemet ismerték el, ami persze, hogy kötődik azokhoz a dolgokhoz, amiket itt felsoroltál, hiszen én úgy érzem, hogy egy ember csinálja ezeket a dolgokat, és azt szokták mondani, hogy az életmű egységet, ez kicsit fellengzősen hangzik, de ugyanaz a Bakonyi, azt hiszem, aki ír, aki tanít, aki szervez. Így van, aki a Királykúton ott van folyamatosan, tehát a beszélgetés műsorokban, a Vörösmarty Társaságnál, és most én azt gondolom, hogy ez egy új dolog, de azt hiszem, hogy üdvözölhetjük, mert nagyon-nagyon fontos számunkra a Csóri Sándor Társaság. Igen, hát természetesen az utóbbi hónapokban kicsit kibicsaklott az, amit szeretünk volna megvalósítani mindenfajta közösségben és társaságban. Épp a Királykutat említetted, pontosan fél év után sikerült újra a programot szervezni szeptemberben, a március elejé, addig legalábbis utolsó program után. Nehéz időket élünk, de hát nyilvánvaló az ember ilyenkor nem az elmúlt fél évre, vagy egy évre, hanem az egész több évtizedes pályára gondol. És hát nagyon szívesen emlékszem vissza arra, hogy például már a Rákóczi iskolában próbálkoztunk rendhagyó irodalomórákkal, ugye a közismert, hogy Takács Imre, Kalász Márton, Sobor Antal és például Pirinszky János is megfordult az iskolában. Akkortól számítom én ezt a fajta tevékenységet. Igen, igazából. Azért a Fehérvár Televízióban is volt Igen. részed abban, hogy az irodalom közkincs lett, hiszen a EKV-házi szegleten most azért néhányat ismétlünk az archívból, és rácsodálkozhatunk, hogy ki mindenki a barátod és ismerősöd. És pontosan ezért szeretném megkérdezni, hogy milyen elvek mentén hívsz vendégeket magadnak, hiszen jószerivel az egész ország ismer, és te is ismered az egész országot. Az embernek van nyilván egyfajta orientációja, érdeklődési köre, ízlése, ha úgy tetszik. Nyilvánvaló, hogy azokat a költőket és írókat részesítettem előnyben, akik közel állnak az én világképemhez, de ez nem jelent semmiféle bezárkózás, hiszen én azt hiszem, hogy ha végignéznénk tényleg ezeket a programokat, akkor azt láthatnánk, hogy nagyon különféle felfogású, különféle ízlésű vendégeim voltak, ha már itt ezekre a beszélgetésre gondolsz. Persze nyilvánvaló az is, és ezt Németh Lászlóval vallom, hogy a minőség az elsődleges, és így módon abszolút nyitott vagyok a tőlem elkülönülő, vagy tőlem különböző irányokra is, hiszen az irodalomban azt gondolom, hogy
ugyancsak fontos beszélnünk, és a magyar irodalomnak egy relatív egységéről, írják azt Erdélyben, éppen Amerikában, vagy akárhol, tudván azt, hogy sok különböző kánon meg ízlés létezik, de én azt hiszem, hogy egyszerre lehet kedvelni Pirinszkit és Nagy Lászlót, egyszerre lehet kedvelni Eszterházit és más prózaírókat, és így tovább. A Németh Lászlót említetted, azért mi is tegyük hozzá, hogy 1984-ben a bölcsészdoktori disszertációdat Németh László regényeiről igen. írtad, és azóta pedig számtalan olyan nagyívű munka jelent meg, ami azt hiszem, hogy az irodalom kedvelők épülésére szolgál. Mire készülsz most, hiszen nemrégiben is voltunk könyvbemutatódon, de én azt gondolom, hogy soha nem állsz meg. Ugye látjuk a publikációidat, olvassuk a Fejér megyei hírlapban és a Várban, tehát számtalan helyen, ugyanakkor nyilván vannak még nagyévi munkáid és terveid. Igen, hát a felsoroltakon kívül a számos folyóiratnak dolgozom rendszeresen kritikákkal, tanulmányokkal, és néhány hét múlva, ha minden igaz, megjelenik egy új könyv, ez a Veszprémi Várutca műhely kiadásában az elmúlt évek ilyen jellegű terméseiből állt össze egy újabb kötet, és hát jövőre várható az ugyancsak elkészített Bence Lajos kis monográfiám, erről is már beszéltünk talán ebben a műsorban is, hogy a délvidéki lendvai magyar irodalom, tehát a muravidéki magyar irodalom egyik kiváló alkotójával foglalkoztam sokat az elmúlt esztendőkben, tehát ezek már nyomdakész állapotban vannak. És akkor még emeljük ki, ugye Kaiser László itt volt a két hete körülbelül, a Szent István Művelődési Házban volt a könyvbemutató, azt hiszem, hogy az is egy fontos pillanat volt. Igen, mert éppen a Hungarvox kiadó nál, hát volt szerencsém számos fehérvári szerzőt, ha úgy teszik, közvetíteni. Ide tartozik Kális Sajtos József is, akinek a kötet bemutatójára sor került, de nem sokkal korábban Pálfai Andrásnak, Koch Imrének, Sajtos Lajosnak jelentek meg ugyancsak a Hungaroxnál könyvei. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a régió, nagyon fontos az, hogy itt vagyunk Székesfehérváron és Fejér megyében, de az is ugyancsak fontos, hogy ki is menjünk a megye határokon, város határokon, hiszen az egyetemes irodalommal így lehet igazából részt venni. Így van, és a Csóri Sándor Társaság pedig többek között erre is hivatott. Így van. És hát ismétlem, hogy sajnálom, hogy a programok most már másodszor maradt el a Csóri Sanádi emlékülés, amit Zámajon rendeztünk volna. Gyűlnek be a írások, és terveink szerint valamilyen módon, ha már emlékülés nem sikerül szervezni, akkor legalábbis ki kéne adni ezeket a tanulmányokat. Nos, hát akkor én ehhez kívánok jó erőt, egészséget a továbbiakban. Én azt hiszem, hogy nem lehet kétségünk felőle, hogy továbbra is itt vagy velünk, itt vagy nekünk, az országnak, ha úgy tetszik. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Ahogy a beszélgetésből már kiderült, Bakonyi István vette át az idei Toll Ferenc díjat. A Magyar Irodalom Történeti Társaság elismerését a Vörösmarty emlékülés keretében adták át a József Attila díjas irodalom történésznek. Kettős ünnepre került sor Székesfehérváron. A Városháza dísztermében rendezték meg a bicentenárium után immáron másodszor a Vörösmarty Mihály emlékülést, és adták át a közművelődési tevékenység rangos elismerését, a Toll Ferenc díjat. Cserpakovics András városunk polgármestere köszöntőjében kiemelte, fontos, hogy a magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja születésének 220. évfordulójára tartott megemlékezésnek Székesfehérvár adhat otthont. Örülök annak, hogy a járványhelyzet ellenére természetesen minden szigorú szabályt betartva, de mégiscsak ezt az emlékülést meg lehet tartani. Azt hiszem, hogy Vörösmarty ezt megérdemli, ha van valahol, ahol különösen megérdemli, a Székesfehérvár, és hogyha van valaki, aki megérdemli, hogy egy ilyen emlékülésen kapjon egy ilyen neves elismerést, a Toll Ferenc díjat, akkor azt gondolom, hogy Bakonyi tanár úr mindenképpen megérdemli. Ha már az elődök szóba kerültek, ha a fehérvári elődökre tekintünk, Mohácsi tanár úr, Román tanár úr, azt gondolom, hogy különleges személyiségei voltak a város kulturális és irodalmi életének, és ez Bakonyi Istvánra is abszolút mértékben igaz, akár a széles nyilvánosságban, akár a szakmai körökben, akár a Vörösmarty Társaságban, akár oktatói, nevelői munkája során, azt hiszem, hogy ő képviselte azokat az értékeket, azt a minőséget, ami miatt a kultúra fontos egy város, egy közösség életébe, és amin belül az irodalomnak különös jelentősége van.
és soha nem feledkezett meg azokról, akik alkotóként kötődtek, vagy kortársíróként kötődnek Székesfehérvár irodalmi életéhez. Úgyhogy én is teljesen egyetértek, hogy alapvetően két ünnep a mai, itt a Városházánk dísztermében, és nagyon büszke vagyok arra, és természetesen igent mondtunk, amikor kiderült, hogy ezt a díjat Bakonyi tanár úr itt a Városháza dísztermében kaphatja meg. A Toldi Ferenc díjat több évtizedes közművelődési munkája elismeréséül Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész vehette át. Laudációjában Sebők Melinda, az Irodalomtörténeti Társaság főtitkára kiemelte irodalomtörténészi pályafutásának legjelentősebb állomásait, amely méltóvá tette a rangos elismerésre. Toldi Ferenc díj az a Magyar Irodalomtörténeti Társaság által elnyelhető díj három kategóriában, kutatói, tanári és közművelődési kategóriában. 2020-ban Bakonyi István kapja a közművelődési kategóriában ezt a Toldi Ferenc díjat, hiszen a város életében olyan kulturális művelődési tevékenységet folytatott több tíz éven keresztül, hogy méltán érdemelte ki ezt az elismerést a több mint 100 éves Magyar Irodalomtörténeti Társaságtól. De akkor nem feledkezhetünk meg Vörös Marti Mihályról sem, hiszen Székesfehérvár ünnepeltük a bicentenáriumot, most azt hiszem, hogy méltó helyen jött vissza az. Igen, hát külön öröm számunkra, hogy ezen a Vörös Marti emlékülésen adhatjuk át ezt a díjat. Itt Vörös Marti városában, a Vörös Marti emlékülés keretei között. És azt hiszem érdemes elmondani azt is, hogy Babits Mihály is tartott előadást a mai Vörös Marti címmel Székesfehérváron 1935-ben, úgyhogy méltán emlékezhetünk akár erre a neves eseményre is. A társaság elnöke megerősítette, a megyei tagozat elnökeként Bakonyi István nagyon sokat tett azért, hogy az magyar irodalom egykori és kortárs szerzőinek műveire egyaránt közkincsként tekinthetünk a 21. században is. A megyei tagozatunknak, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megyei tagozatának az elnöke, és ehhez még hozzá kell tenni azt, hogy a Fejér megyei tagozat a legaktívabb tagozataink közé tartozik, tehát az Irodalomtörténeti Társaság keretein belül is az egyik legdinamikusabb és a legtöbb rendezvényt szervező társaságról beszélünk, úgyhogy méltán jár neki ez az elismerés. A díjazott Bakonyi István a város közművelődésében betöltött szerepét, az irodalom népszerűsítéséért végzett áldozatos munkáját, mintegy hitelesíti ez az elismerés, amely természetes egyben köszönet is azért, hogy a mindennapokból ünnepeket varázsol. Megtiszteltetések érzem, hiszen Mohácsi tanárról, meg Román tanárról után kaptam meg ezt a díjat ebben az esztendőben. Éppen 5 éve ünnepeltük Román Károlyt a Vörös Marti Társaságnál. Sajnos, mert ő nincs közöttünk, mint hogy Mohácsi tanárul sincs. És hát ez persze, hogy jól esik az embernek, és főként ugye ez most a közművelődési oldalt erősíti az irodalomszervezői egyéb tevékenységet, és hát itt gyorsan vissza is térek a Vörös Marti évfordulóra, hiszen pontosan a falak között 21 évvel ezelőtt itt kezdődött Fehérváron a Vörös Marti emlékév, az a bicentenárium esztendejében történt, és hát ott olyan jeles emberek voltak, akik jó része sajnos ugyancsak nincs már közöttünk. Ezt a könyvet, amit az előbb mutattam neked, erről szól ez a Vörös Martiról mai szemmel című kötet, és aztán a Vörös Marti emlékév itt kezdődött, és a megyeházán ért véget. Jó emlékeket őrzök róla. Szabó Magda volt itt többek között, vagy Bécsi Tamás, Kerényi Ferenc, egyikük sincs már közöttünk, vagy Praznoszki Mihály, aki közöttünk van, és ő nyitotta meg azt az emlékévet, hiszen akkor ő volt a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkára. Azt hiszem, hogy a 220. évforduló is egy fontos fordulópont Vörös Marti emlékének és a életművének ápolása tekintetében, ezért hívtuk össze ezt a emlékről, és éppen Mihály napján egyébként, hiszen a születésnap az december 1-e, de polgármester úr arról beszéltünk, hogy biztosan, hogy biztos jobb lenne minél előbb megrendezni ezt a programot. Ki tudja, hogy mi lesz ugye az év hátralévő hónapjaiban. Most a világ beszél, és megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Könyvzápor, melyet bánatott, szél, melyet ember szív sohajt. Hiába minden, szellem, bűn, ennyi. Nincs elemi. Halljátok a mesét,
akiknek atyái voltanak. És amint atyáik vétkezének, ők úgy hunytanak. A megmaradt nép fölsülött törvényt. Az emlékülés programjában Csengei Márton, a fehérvári versünnep tehetséges előadója egy Vörösmarty verssel köszöntötte a megjelenteket, majd a korszakos költő alkotói pályafutásának egyetemességéről, fontos pillanatairól hallhattunk elemzéseket. Folytatódott a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány érzékenyítő programja, a Placon a Klasszik Lasszó formáció lépett fel. A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány Idestova 13 éve kezdte meg akadálymentesítő tevékenységét, amelynek keretében többek között látás- és hallássérülteknek szervez érzékenyítő programokat. Tegnap este a Klasszik Lasszó formáció volt a program vendége. Közreműködésükkel egy nagyszerű irodalmi, zenés, filmvetítéses előadást élvezhettek a fogyatékossággal élők és az ép emberek egyaránt. A Civil Centrum Alapítványnak a kezdeményezése, hogy komplex akadálymentesítéssel valósuljanak meg Székesfehérváron kulturális programok. Ez egy kiemelkedő esemény, Magyarországon is ritka, hogy komplex akadálymentesítéssel irodalmi zenés estek valósulnak meg. És mi nagyon örülünk, hogy híres magyarországi művészek az ügyünk mellé álltak, és segítik a eljutatni ezt a hírt a világba, egy kicsit a szemléletváltást segítjük elő, és most megtettünk mindent, a produkció, a koncertek mind akadálymentesítve lesznek, amit itt elhangzanak. Jelenleg éppen a színpadbejárás zajlik, a látássérülteknek megismerik, hogy milyen hangszerekkel játszanak, mi történik a színpadon, narrátor, jelnyelvi tolmács és más akadálymentesítő szakemberek segítik ezt a mai estét. Klasszik Lasszó nem csak egy koncert, nem is csak egy felolvasóest, nem színház, nem csak tánc és nem csak egy performance. Létrejött egy véletlennek köszönhető, Cinki Ferenc író a Blaha Louisiana zenekar kiváló zenészeivel kiegészülve egy műsorába meghívta Kemény Zsófi költőt és Vitáris Ivánt, az Iván és a Parazol frontemberét, majd csatlakozott hozzájuk Sárkány Bertalan is ütős hangszerekkel a Méri Pop Kids zenekarból. Ez egy nagyon érdekes projekt volt, mert ugye mi is a Klasszik Lasszó is arról szól, hogy különböző zenekarokból megpróbálunk egy ilyen fúziós dolgot létrehozni, ami mindenkinek jó, meg mindenki bele tudja tenni azt a jót, ami belől jön. Tehát itt tényleg a Blaha Louisiana, a Mary Popkiz, én ugye az Ivan and the Parazolból vagyok, Cinki Feri, Kemény Zsófi irodalomnak, zenének, a színpadi dolgoknak a házasítása. És ebben valahogy benne volt az is, hogy akkor viszont csináljuk meg úgy a műsort, hogy aztán az tényleg mindenki érthesse, legyen az hallássérült, látássérült, mindenki egyenlően. Úgyhogy amikor ezt a felkérést kaptuk, akkor igazából az volt az első ötletünk, hogy csináljunk erre egy rövid filmet, ami ezt az egészet megalapozza, ez fog most itt először majd lemenni a
a koncert előtt, és utána pedig egy pár dalt játszunk még egy olyan körítéssel, ami tovább magyarázza ezt az egészet. És akkor a filmben nagyon érdekes például az, hogy a jelnyelvi tolmács is szerepel benne mellettünk, meg feliratozva van, meg vannak olyan részek, ahol mondjuk ki van az egész így feketítve, és csak hang van. Ez egy ilyen nagyon érdekes mix volt az egészben. Hát most majd látni fogjuk, hogy ez a szerintünk működőképesnek mondott képlet, ez mennyire működik a valóságban, de én azt gondolom, hogy talán a legjobb ebben az, hogy legalább megpróbáltuk, tehát hogy az fontos. A programsorozat október 14-én folytatódik a történelmi belvárosban. Idegenvezetés indul, amelyhez egy szakmai találkozó és Vaklakoma címmel egy érzékenyítő program is kapcsolódik, december 3-án pedig a kultúrájé és a gasztronómiájé lesz a főszerep. Beethoven, Dvorák és Kovács Zoltán műveivel indult újra a klasszikus zenei koncertélet városunkban, a Szent István Művelődési Házban az Alba Régia zongorás trió lépett a közönség elé. A Szent István Művelődési Házban az Alba Régia zongorás trió koncertjével tért vissza a komoly zene a Rivalda fénybe Székesfehérváron. A hegedű Gordonka zongora összeállítás igazi csemegét nyújtott a klasszikus muzsika barátainak. A járvány után talán az első igazán koncertszerű kamarazenei este a mai, hiszen kisebb fellépésekkel már találkozhattak a zenebarátok, de ilyen komplett estét betöltő kamarazenei koncert talán ez az első járvány óta. Szeretném elmondani, hogy a triónk, amivel ugye már évek óta együtt dolgozunk, fontosnak tartja azt is, hogy a kortárs zenét támogassa, és éppen ezért célul tűztük ki azt, hogy zeneszerzőkkel darabokat íratunk, amit bemutatunk. Így a ma este is egy ilyen eseménynek lehetnek tanulni azok, akik eljönnek, hiszen Kovács Zoltánnak a Muzika Antiqua című darabját fogjuk bemutatni, ez lesz ennek a darabnak az első bemutatása. Bízom benne, hogy sok örömet tudunk szerezni az itt jelenlévőknek. A háromszoros Fischer Anni ösztöndíjas Bál Dávid napjaink egyik kimagasló tehetségű zongora művésze örömmel jött otthonról haza, hiszen számtalan közös koncert van már mögött ebben a felállásban. Ifjabb Major Istvánt már ismertem korábbról, amikor szólistaként játszottam az Alba Régia szimfonikus zenekarral, és Selmeci Gáborral is játszottunk együtt a Budapesti Fesztivál zenekarban, és így összeértek a szálak, és kialakult az, hogy milyen jó lenne együtt játszani. Selmeci Gábor az Alba Régia szimfonikus zenekar koncertmestereként régóta bábáskodik a kamarazene mellett is, de ez az alkalom számára is komoly kihívás volt. Nagyon vártuk, nagyon szerettünk volna már ebben a teremben játszani. Kipróbáltuk tényleg csodálatos az akusztikája, ideális triónak, ideális kamarazenének is. Számunkra is, zenekari zenészek számára ez a csúcs, amikor egymással zenélhetünk, pláne a trió. Az egy ilyen csodálatos mű, valahogy egységesíti a szólózást és a kamarazenét. Ugye nem annyira specifikus, mint például egy vonós négyes, hanem itt valóban három szolisztikus feladat kerül egybe, és egy színpadra, és ezt kell ötvözzük egy igazi kamarazenei produkcióval. A zenei összeállítás méltó volt a trió sokszínű és magas szintű munkásságához. A különleges esten Beethoven, Dvorák és a kivételes tehetségű kortárs szerző Kovács Zoltán dallamai csendültek fel a Szent István terem közönsége előtt.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!